Bár hazai környezetben pozitív a Békés Csaba mérlege az MTK ellen, legutóbb majdnem 20 éve, 1995. szeptember 16-án nyert bajnokit az Előre a kékfehérek ellen, akkor a Kórház utcában 3-1-re diadalmaskodtak a lilafehérek. Az azóta lejátszott 11 mérkőzésből 8 meccsen az MTK nyert, 3 pedig döntetlenre végződött, úgyhogy nem a házigazdák voltak a találkozó esélyesei. Porbé szabadrugás, a hegedűs! A 15. percben volt először igazán komoly védeni valója Hegedűs Lajosnak. Jó szabadrugás volt Borbé Bálintól. Jó, 25 méter a távolság. A sarokba tartott Hegedűs azonban odaért. 37. perc, Vicián szabadrugása. A rövid saroknál nem ért bele senki, az oldalhálót talált el a labda. A 44. percben Bese bedobása, Torgel elé kerül. Borbé szorításában azonban nem sikerült bevenni a kaput. Ilizi ért le. Helyzet volt ez is. Torgele nem reklamált, pedig egy kicsit meg is rángatták. Egy fejes a félidő végén. Fölé száll azonban a labda. Fábio beadásába Vicián tette bele a fejét. Gól azonban nem született. A félidőben 0-0 volt tehát a mérkőzés állása. 59. perc, egy jó labda középre. Gera! Ilizi véd bravúrral. Gera Dániel a szünetben állt be. 13 perccel később pedig már meg is dolgoztatta a hazai a kapusát Lubos Ilizit. Jó 10 méterre a kaputól. Jó lövés volt Gerától, Lubos azonban véde. Támad az MTK, 64. percben Ramos a labdával. Az jó beadás, Torgele gól! Megszerzi a vezetést az MTK a 64. percben. Torgele Sándor a gólszerző. Ez volt a 33 éves csatár harmadik gólja a szezonban. A Puskás Akadémiának talált be, majd az előző fordulóban az Újpestnek is. Most pedig a Vialsarokban, a Kórház utcai stadionban is gólt szerez Torgele Sándor. Nem volt nehéz dolga, gyönyörű a beadás Ramosztól, 5 méterről pedig az üres kapuba. Nem okozott problémát Torgelének bepasszolni a labdát. Továbbra is támadásban az MTK, Ramos, Lubos üt bele, Torgele! Kimarad a lehetőség. Nagy bravúrral ütött bele Lubos Ilizi a labdába. Így nem született újabb MTK találat. Borbé szerzi vissza, Vicián lő! Jó lehetőség volt, elkerülte azonban a kaput. 78. perc, Ilizi rúgja erről a labdát. Lefejelik, ott a helyzet, Hegedűs véd! Szilágyi került helyzetbe, az MTK kapusa azonban nagy bravúrral hárított. 80. perc, jön az MTK. Torgele lép ki a leshatáról. Torgele zicserben. Kicsit lassú, és utoléri Fehér Zsolt. Jóval nagyobb lehetőség volt ez. A Békés Csabai védő azonban visszaért. MTK szöglet. Ott marad még mindig a labda, Ramos! Hát ez a lövés bedobásra megy végül, de előtte nagy helyzet volt. 85. perc, támad a Békés Csaba, Fábióhoz kerül a labda. Fábio beadása, ott van még a helyzet, Szilágyi került megint helyzetbe. Hegedűs azonban lehúzza a felpattanó labdát. 87. perc, megint Fábio, ezúttal beíveli, Szilágyi, ez is kimarad. Hát kell-e még ennél nagyobb helyzet Szilágyi Péternek? Megint csak Fábio. Egy jó fejes fölé! Punosevács érkezett. Ismételten egy óriási fejes. Ez is elkerülte a kaput. Az utolsó pillanatokban járunk. Fehér Punosevács gól! Egyenlít a Békés Csaba a ráadás utolsó percében. Punosevács a gólszerző. A csereként beállt játékos első Békés Csabai gólját szerezte. Ez egy pontot ér az MTK ellen. Fehér még belekap, Punosevács pedig még 2 méterről belepiszkál, Hegedűsnek esélye sem volt. Rászolgált az egyenlítésre a Békés Csaba, hiszen az utolsó percekben nagyon sokat támadott. Punosevács pedig remek cserének bizonyult. Ezzel ér véget a mérkőzés. Zorán Spisiak is ránézett az órájára.
Ő is úgy érezte, hogy ideje lenne már lefújni. Ezt meg is tette a játékvezető. A Vihar Sarkiak így zsinórban a harmadik hazai bajnokiukon maradtak veretlenek, és tapadnak az utolsó előtti helyen álló Vasasra. A végeredmény tehát Békéscsabai előre, MTK Budapest 1-1.